Csíkszeredán vagyunk, ahová a Csíki Kamara Zenekar meghívására érkeztünk Vilmek Zoltán trombitaművész barátommal. A Csíki Kamara Zenekar 2001 nyarán jött létre, idén ünnepli a zenekar a 20 év, fennállásának a 20 éves évfordulóját. Tulajdonképpen mi voltunk az első generáció, aki ebbe a művészeti liceumba végzett, és akkor ugye elkerültünk az ország zeneakadémiáira, és akkor hazakerülvén nyilván akkor ezt az utat választottuk, hogy aktív muzsikusként valahogy úgymond formába is tartsuk magunkat, és mindenikünk elhelyezkedett akkor a művészeti liceumban, mint tanár. Hajási Kelemen Jácint Júka vagyok, negyedéves a Kolozsvári Zeneakadémián ütőhangszer szakon. Első éves koromban jöttem először a Csíki Kamara Zenekarban közreműködni, és azóta mindig nagyon-nagyon szívesen jövök ide, a családias hangulat miatt, a kedves zenészek miatt. Édesapám a népzene miatt jött Erdélybe, és azóta itt van. Nagyon sok előadó és karmester jár Magyarországról hozzánk, az anyaországból. Tehát igyekszünk olyan művészeket hívni, akitől mindenképpen mi is tudunk tanulni. Jár hozzánk Kelemen, Kokas házas pár. Most ezzel a legutóbbi ugye, produkciónk, ami ma este lesz, egy kapcsolat révén kerültünk mi abba a helyzetbe, hogy Kócán Péter ma este nálunk vezényel, és hát örülünk, hogy ma este itt lehet velünk, és együtt muzsikálhatunk. Egyszerű alkalomnak találom azt, hogy akár az anyaországból rengeteg kedves és tehetséges zenészt, karmestert ismerhetünk meg itt, és kapcsolatot tarthatunk fel velük. A szólista is nagyon fiatal, mint én, körülbelül egyidősek vagyunk, és nagyon ösztönöz az, hogy mennyire szépen halad a pályáján. Sopronban idén ünnepeljük az 1921-es népszavazás 100. évfordulóját. 100 évvel ezelőtt a soproniak és a környékbeli falvak lakói maguk dönthettek arról, hogy Magyarországhoz kívánnak-e tartozni. Ilyen hangulattal egy kicsit talán jobban átéljük mi most, hogy milyen óriási az az erőfeszítés, amit az itteniek tesznek azért, hogy a magyar kultúra jelen legyen ebben a régióban is.